Az 1960-as évek tiltott abortuszairól szóló francia film nyerte a fődíjat a Velencei Filmfesztiválon. A számos hírességet felvonultató díjkiosztó gálát szombaton este tartották az olasz városban. Az Arany Oroszlánnal díjazott filmet Audrey Diwan rendezte. Golden Lion for Best Film to L'Evènement. Happening by Audrey Diwan. I did this movie. Indulattal, ugyanakkor vágyakkal telve is csináltam ezt a filmet a gyomrommal, a szívemmel és a fejemmel, mondta a rendezőnő az eredmény hirdetés után. A legjobb színésznő díját Penélope Cruz kapta, Pedro Almodóvar két ugyanaznap szülő, egyedülálló nő történetét bemutató filmjének női főszerepéért. Két nőnek szeretném ajánlani a díjat. Az egyik édesanyám, a legértékesebb, a legjobb tanár és a legjobb barátom is. Szeretlek, mama. A másik az anyósom, Pilar Bardem, aki két hónapja sajnos itt hagyott minket. Nagyon sokat tett hazánk színészeiért, mondta Cruz. A legjobb forgatókönyv díját a színésznőként ismert meg Gyllenhaal kapta az Elveszett nővér című filmért. A filmek versenyének második díját, az Ezüst oroszlánt a zsűri Paolo Sorrentino az Isten keze című filmjének ítélte.